Én mindig azt gondoltam, és ezt ma is vallom, amikor sokkal meditatívabb lett a prózám, hogy kiindulni az emberi tapintható matériából kell, mert ez nem véletlen, hogy itt élünk, és itt kell megvalósítani, ha van üdvtörténete az embernek. Tehát ebből kell kiindulni, és ezt kell átlelkesíteni. Tehát nem lehet, nem, ezt meg is írtam egy fülszövegemben a korai munkáimnál, hogy a gyökerek azok itt vannak. Érted? És innét kell a fának az égig nőni. 10 éves korom óta állandóan éreztem, hogy én ha felnövök, akkor írni fogok. De nem én költő akartam lenni, mert a gyerekkori könyveimben ilyen úgynevezett vinyetták vannak ragasztva, hogy ez Jóka Janikó költőnő tulajdonhatna, tehát ez egy gyerekes, de nagyon erős volt bennem. Körülbelül 16 éves voltam, amikor nem tudtam többé írni. És ez a vágy is valahogy kezdett kipusztulni belőlem, és akkor nem írtam, akkor arra készültem, hogy majd vagy színésznő leszek érettségi után, vagy tanítani megyek. Le is érettségiztem, jeles érettségim volt. 66 májusában jelent meg az első novellám, és engem az lepett meg, hogy ahogy ez a novella megjelent, azonnal jött rá a reflexió. A Fülöp László, aki az Alföldnél dolgozott, azért egy pár sor csak valami folyóirat szemlébe, hogy nem tudjuk, hogy ki ez a Jóka Janna, eddig írása nem került elénk, de hogy megvan benne a sorsláttató képesség valami. Ami egy induló írónak nagyon jó, így dopingszerűen. Akkor közben a Magyar Óra, amit én sokkal fontosabbnak tartok, az ugyanebbe az Alföldbe lejött. Na most ez a Magyar Óra, ez robbant. Nem tudok mást mondani, úgyhogy nekem még nem volt kötetem. És már az országba több helyre hívtak. Azért, mert ezt a Magyar Órát olvasták. Én nem habisítottam meg a valóságot azért, hogy szebb színbe tüntessen fel. Ez kétségtelen. Mert én ma úgy gondolom, hogy még igazságtalan is voltam néha a valósághoz. Ezt a korai dolgaimnak az ismeretében úgy látom, hogy néha nagyon könnyörtelenül fogott a tollam. Tehát ma biztos, hogy másként írnék meg dolgokat, de annyira rettentett az, hogy hazudjak, hogy beálljak egy olyan sorba, amelyik hát lakkozott mázzal akarja elfedni a repedéseket, hogy inkább rátettem mindig egy-egy lapáttal. Biztos, hogy a hatás ennek is köszönhető volt. Volt egy sokkoló hatás.